Pedagógusokat köszöntöttek Karcagon. Jó estét kívánok! Önök a nagykunsági híradók külön kiadását, a Karcag Televízió napi hírműsorát látják 2021. július 2-án 18 óra 5 perckor. A Dériné Kulturális Központban tartotta pedagógus napi ünnepségét a Madarász Imre Egyesített Óvoda. A Dériné Kulturális Központban tartotta pedagógus napi ünnepségét a Madarász Imre Egyesített Óvoda. A megjelenteket Gulyás Ferencné intézményvezető köszöntötte, majd Szepesi Tibor polgármester ünnepi köszöntője hangzott el, aki ezután a Karcagvárosi Önkormányzat nevében virággal köszöntötte Gulyás Ferencnét a Brunswick Teréz díj adományozása alkalmából, amelyet professzor dr. Kásler Miklós minisztertől kapott. Majdhogy nem a tavalyi pedagógus napi rendezvény volt, amely már akkor is átcsúszott, ha jól emlékszem, augusztus közepére. Az utolsó olyan nagy rendezvény ilyen óvodai munkaközösségben, amikor együtt lehettünk. És akkor, ha jól emlékszem, akkor egy ilyen közös felkiáltással eldöntöttük, hogy vége a vírus helyzetnek, megszavaztuk, hogy ennyi volt a nehéz időszak, de az élet az sajnos másképp döntött, a koronavírus járvány más fordulatot hozott, és azt gondolom, hogy a nehézségek akkor kezdődtek csak igazán. A harmadik hullám elérte városunkat is, és az a piciny fellélegzés hamar újra szigorításokba, változásokba kényszerített mindannyiunkat. Az intézményeink élete a megszokott hétköznapitól eltérő és a már előzetesen egyszer kipróbált karantén működésből egy szigorú, mindenki számára áldozatokkal járó időszakra váltott át. De azt gondolom, hogy mindannyian, így ez a munkaközösség is nagyon jól vizsgázott. A város lakossága, és természetesen az önkormányzat is látta, tapasztalta, hogy az eltelt időszakban önök milyen sokat tettek azért, hogy óvodáink minden szeglete és az óvodában, vagy az online világban óvodásként eltöltött napok minden perce olyan legyen, amelyben jó gyereknek lenni. Láttuk, hogy az intézmény dolgozói mennyire sokat tesznek azért is, hogy leendő óvodásaink szülei napközben nyugodtan végezhessék munkájukat, amíg gyermekeiket biztos kezekben tudhatják. Tisztelt jelenlévők! A világ minden táján megemlékeznek a pedagógusokról, akik az életüket annak a hivatásnak szentelik, hogy gyermekeinknek, a következő generációknak átadják az emberiség közös tudáskincsét. Az egyik legnemesebb feladatra vállalkoznak, hiszen a gyermekeket, fiatalokat tudásra, szívbéli jóságra tanítják, miközben saját tudásukat és jóságukat osztják meg velük, és a mindennapokban példaként állnak előttük, mert a pedagógus, az óvodapedagógus nem csak tanár és nem csak nevelő, hanem példakép is. Nevelőik személye beivódik a gyermek személyiségébe. Válhatunk bármivé az életben, ezen életutunk alapjait óvónőink, tanáraink, nevelőink munkája határozza meg. Ebben rejlik az óriási felelősségük, hiszen a munkájukon múlik, hogy milyen emberekké válunk. Kevés más olyan munka van, ahol sok a kudarc és erőfeszítés, de sok lehet a siker is, ahol sok kellemes és kellemetlen meglepetés éri az embert. Kevés olyan munka van, ahol ilyen nagy hatása lehet egy-egy jó vagy jókor kimondott szónak, ami a gyermeket talán egész életén át elkíséri. Tudom, hogy óvodánk dolgozóinak fontos a szakmai elhivatottság, a magas színvonalú pedagógiai munka megvalósítása. Büszkék vagyunk az itt folyó pedagógiai munkára, a kulturált környezetre, büszkék vagyunk az óvodáinkra. Köszönjük azt a teljesítményt, a sok munkát, melyet végeznek óvodáinkért, óvodásainkért, szüleikért, városunkért.
Gulyás Ferencnét, Nagyné Varga Csilla, a közalkalmazotti tanács elnöke, valamint Szopkó Ferenc nagycsoportos óvodás verssel és virággal köszöntötte miniszteri elismerés alkalmából. Varga Mici István, a karcagi városi cigány nemzetiségű önkormányzat elnöke is gratulált a rangos díjhoz az intézmény vezetőnek. Egy Vas Albert gondolatot szeretnék a díjammal kapcsolatosan itt mindenkivel megosztani. Együtt erő vagyunk, szerte szét gyöngeség. Az én díjam, amit kaptam, azt gondolom, hogy ez egy nagy közös díj, hiszen valamennyien együtt, közösen dolgoztunk meg ezért. Közösen értük el azokat az eredményeket, amiket Mónika az előbb elsorolt. Én hálával és szeretettel és nagy-nagy tisztelettel tartozom valamennyi kollégámnak, hogy ebben az együttműködésben mindig egy nagyon magas szakmai színvonal volt a mindennapokban. Egymás támogatása, egymás szeretete, hittel végeztétek és végezzük a munkánkat. Én köszönöm szépen azoknak, akik engem az élet pályámon segítettek, hiszen nem ma kezdtem, de még ma nem is fogom befejezni. Van mögöttünk is elért eredmény, de vannak előttünk is feladatok. Én nagyon jó szívvel és hálás szívvel gondolok vissza a pályakezdő időszakomra, amikor megtanulhattam az óvodapedagógia csinyát, binyát a mentoraimtól, Cicéné Zsókától, Molnárné Erzsikétől, a vezetőimtől, Fülöpné Rózsikától, Megyesiné Katikától, Szarkáni Erikától, akivel 14 évig az intézményünket vezetését segítettem. Köszönöm a vezető kollégáimnak, akikkel a mindennapokban nagyon sok kompromisszumot kell meghoznunk ahhoz, hogy ezeket az eredményeket elérjük, de minden azért történik, hogy az óvodában a gyermekek olyan környezetben nevelkedhessenek, amelyet biztosít számunkra a Karcagváros önkormányzata. Szeretném megköszönni polgármester úrnak és az önkormányzat képviselőtestületének, hogy ehhez mind tárgyi feltételeket, mind pénzügyi feltételeket és mindazt a szakmai lehetőségeket biztosítják az intézményünkben dolgozók számára, amellyel együtt ezt a mai ünnepség elején ezt a díjat, a Brunswick Teréz díjat megkaphattam miniszter úrtól. Köszönöm szépen, elnök úr, hogy itt van velünk, hiszen a nevelésünk során nagyon sok hátrányos helyzetű kisgyermeket is segítünk, támogatunk. Ma délelőttön Nagy Jenőné Incike itt volt az intézményünkben, hiszen ő maga is kezdeményezte ezt a szakmai elismerést. Ez az a terem, ahol több alkalommal együtt voltunk, együtt gondolkoztunk, és együtt találtuk azt ki, hogy hogyan is legyen tovább, melyek azok az új módszerek, új lehetőségek, amelyeknek bizony ott van a helye a mi óvodai csoportjainkban. Köszönöm szépen a vezetőtársaim közül Mónikának a napi együttműködését, a szakmai elhivatottságát, azt az emberséges, kollegális együttlétet, amelyben tudjuk vezetni az intézményt. És én azt kívánom mindannyiunknak, hogy az elkövetkezendő években legyen hozzá erőnk, hogy együtt legyünk, legyen hozzá erőnk ahhoz, hogy tisztelni tudjuk egymást, legyen hozzá hitünk, hogy megvalósítsuk mindazt a szakmai elvárást, amit kitűznek elébünk célul, amit mi magunk kitűzünk magunk elé, és ehhez én mindannyiótoknak nagyon-nagyon jó egészséget kívánok, nagyon sok szeretettel. Köszönöm szépen. Ezután a nyugdíjba vonuló kollégáktól búcsúztak el. A Csokonai úti óvodából 40 év szakmai munka után nyugdíjba vonul Hátót Jánosné, akinek életútját Gulyás Ferencné méltatta. Szepesi Tibor polgármester virágcsokorral köszöntötte, és itt adták át részére a miniszteri elismerést, a pedagógus szolgálati emlékérmet. A Nagyenő tanítóbácsi és Nagyenőni Erzsike volt az óvónénim, és az ő lényük tulajdonképpen, és mindez, amit tőlük kaptam.
már gyerekként óvónő szerettem volna lenni. 4 évtized alatt rengeteg tehetséget fedezett föl, rengeteg új dolgot bevezetett. Mire a legbüszkébb, ami az ön nevéhez kötődik? Tulajdonképpen a Mesevarázs munkaközösség, mint ami el is hangzott most az ünnepség során, 21 évig volt lehetőségem vezetni olyan munkatársakkal, akik igazán közel álltak a szívemhez, mert úgy egy akarattal és egy lénnyel szolgálták ezt a mesét, amit mi előadtunk, feldolgoztunk, megírtunk, tehát többféle formában tártuk a gyerekek elé. Hogyan lehet felkészülni, hogy ma becsöngettek, kicsöngettek jelképesen, és kezdődik a nyugdíjas év. Lehet erre tudatosan készülni? Készült-e tudatosan? Vártam már, de a közelgő elmúlt hetek nem azt bizonyították, hogy föl vagyok rá készülve, ugyanis többször küzdöttem olyan érzésekkel, ami olyan fájdalmas volt. De nyilván ez egy döntés volt, és úgy gondolom, hogy tartalmasan el fogom tudni tölteni a hétköznapokat. Vannak olyan dolgok, ami a házkörüli munkákkal elmaradt bepótlások lesznek, és hát vannak a jövőre nézve különböző terveim. A Csokonai úti óvodából Koncné Pece Margit is nyugdíjba megy. Őt is az intézményvezető méltatta, és adta át részére a miniszteri kitüntetést. A polgármester és az elnök virággal köszöntötte nyugdíjba vonulása alkalmából. Visszaemlékszem az első napra kezdő óvónőként, még kenderesen kezdtem dolgozni, még pedig pályám kezdetén 18 évesen. Kezdő óvónőként egyedül kaptam csoportot, pedagógiai asszisztenssel vittem végig az első 2 évet kenderesen, utána kerültem ide Karcagra, a Csokonai úti óvodába. Mi az, amit elvisz magával emlékként, örök emlékként a Csokonai úvból? Hát az a nagyon nagy rajongás a gyermekekért, amennyire a kolléganőkkel együtt ezért dolgoztunk mindig, mindenki nagyon szereti a gyerekeket, és együtt dolgoztunk ezért, hogy egy jó hangulatú kollektívában mindig haladjunk előre a feladatokkal, és minden nap egy varázslatos élményt nyújtsunk a gyerekeknek, hogy mindig olyan hatalmas élményekkel gazdagon menjenek haza a szüleikhez. Sok pedagógiai programot kipróbáltak, ön is vezetett be új dolgokat, a gyógytestneléstől kezdve sok minden volt, ami csak önhöz köthető. Ez biztos, hogy megmarad az ön és a gyerekek emlékében is. Igen, nagyon szerettem ezeket a foglalkozásokat, a gyógytestnevelés számomra nagyon fontos volt a gyerekek mozgásfejlesztése, mert ezáltal ugye az értelmi képességeket is tudtam fejleszteni, ezeket a gyakorlatokat természetesen becsempésztem a mindennapi munkámban is a saját csoportomba, de nagyon közel kerültünk egymáshoz azokkal a gyerekekkel is, akiket ugye orvosok, védőnök kiválogattak erre a foglalkozásra, és együtt dolgoztuk végig az évet. Azt gondolom, hogy 4 évtizedet nem lehet összefoglalni egy rövid interjúban, de az, hogy eredményes volt a munkája, azt jelzi azt, hogy Kásler miniszter úrtól is pedagógus szolgálati emlékérmet kapott, melyhez szívből gratulálok. Hát nagyon szépen köszönöm. Számomra is megható volt ennek a díjnak az átvétele, és még a mai napon is hihetetlen, hogy mögöttem van 40 év, és ilyen hirtelen eltelt, mert bizony 2-3 évvel ezelőtt még nem gondoltam, hogy majd ez egyszer tényleg bekövetkezik, akkor még túl messzinek tűnt. Megvannak a tervek a nyugdíjas évekre, tehát van egy vakancslista, amit most pipálni kell kezdeni? Igen, vannak terveim, nagyon sok tervem van, hogy majd ebből mi valósul meg, majd szépen sorjába veszem, de kedves óvodámtól, meg drága kolléganőimtől nem szeretnék elszakadni, úgyhogy mondtam is nekik, hogy bármikor, bármilyen munkában, bármilyen tevékenység alkalmával, ünnepeken számíthatnak rám, mert hiszen az volt a második otthonom és a második családom, lehet így mondani. A két óvónőt a Csokonai úti óvoda Bóbita és Margaréta csoportos gyermekei és az óvoda dolgozói köszöntötték. A Jókai úti óvodából Szalókiné Kovács Erzsébet óvodapedagógus köszönt el az óvodapedagógusi pályától, amit Gulyás Ferencné ismertetett, majd átadta részére a miniszteri elismerést. A polgármester és az elnök virággal köszöntötte a díjazottat, majd a Jókai úti óvoda gyermekei és az óvoda dolgozói műsorral köszöntötték. A Kúten úti óvodából Szabó Lajosné búcsúzik az óvodapedagógusi pályától. Ő a miniszteri díjat később veszi át.
Szintén a Kútenúti óvodából vonul nyugdíjba Földi Nagy Anna óvodapedagógus, akit az intézményvezető búcsúztatott és adta át részére a miniszteri díjat. Majd Szepesi Tibor virággal köszöntötte nyugdíjba vonulása alkalmából, és óvodásai és kollégái pedig műsorral köszöntek el tőle. A Táncsics körút 19 óvodából Györfi Imréné Dajka vonul nyugdíjba, akinek életútját Gulyás Ferencné intézményvezető ismertette. Szepesi Tibor polgármester virággal köszöntötte, majd az óvoda napraforgó csoportos gyermekei és a dolgozók köszöntek el tőle rövid műsorral. A Zöldfa úti óvodából Spisák Dezsőné 40 év után megkezdi nyugdíjas éveit. Gulyás Ferencné méltatta életútját, majd átadta részére a miniszteri elismerést. A polgármester is az elnök virággal, óvodásai és kollégái műsorral köszöntek el tőle. Már én öreg róka vagyok, és a kis róka kolléganőimtől kaptam ezt, hogy gondoljak rájuk, és ezért is hoztam magammal, hogy támogasson egy kicsit. Hát nagyon nehéz ilyen dologra fölkészülni, mert nem érzem még annyira idősnek magamat. Nemrég a gyerekcsoportból jöttem ki egy vidám játékból. A nyár az lehet, hogy segíteni fog, meg várni fognak az unokáim, úgyhogy ővelük fogom majd a gyerekek hiányát majd pótolni, meg nyilván vissza is fogok járni a saját óvodámba, mert visszavárnak. Mi az a legnagyobb élmény, vagy ami önhöz kötődik az elmúlt 40 évben, amire nagyon büszke, hogy önhöz köthető az óvodában? Hát nagyon sok minden van, ugye itt Jolika is elmondta az életutamat, a kézművesség, voltak sikeres gyerekeim, sikeres pályamunkáik voltak, nem tudom melyik évben volt, amikor Lengyelországnak volt egy pályázata, a gyermekem első helyezést ért el, a Karcag városról kellett valami nevezetességet rajzolni, ő a Kossuth téren látható huszárlovas szobrot rajzolta meg, ami hihetetlen jól sikerült. Ennek nagyon örülök, és az, amit én mindig mondok idegeneknek, ismerőseimnek, hogy ez a pálya olyan, hogy ha belépek a munkahelyemre, ott szeretettel várnak. Ott mindenki szeret, a gyerekek tőlem várnak mindent el, a segítséget várják, az, hogy megöleljem őket, megvigasztaljam őket, és én ezt mást nem tudok kiemelni, csak ezt, hogy ez a sok-sok szeretet, amit én is tudtam nekik adni, meg ők is adtak, én szerintem ez a 40 évnek a kiemelkedő része, meg nyilván az, hogy őket nagyon-nagyon sok mindenre meg tudtam tanítani, és gondolom, hogy nem fogják elfelejteni ezeket az éveket, amiket az óvodába töltöttek velem. Az ünnepség második részében jubileumi jutalmakat adtak át. 25 éves jubileumi díjba részesült Szendrei Mária óvodapedagógus, aki később veszi át emléklapját. Mészárosné Csurgó Judit Dajka, Kovács Istvánné Dajka, Kovács István fűtőkarbantartó. 30 éves jubileumi díjba részesült Vadainé Boros Beáta óvodapedagógus, Kisné Diviki Anikó Dajka, Bíró István fűtőkarbantartó. 40 éves jubileumi díjba részesült Romhányi Sándorné tagóvodavezető óvodapedagógus, Szalókiné Kovács Erzsébet óvodapedagógus, Hátót Jánosné óvodapedagógus, Koncné Pece Margit óvodapedagógus, dr. Kozákné Győző Erika óvodapedagógus, Földi Nagy Anna óvodapedagógus, Sántáné Kárászi Julianna óvodapedagógus, Szabó Lajosné óvodapedagógus, aki későbbi időpontban veszi át emléklapját, Spisák Dezsőné óvodapedagógus, Györfi Imréné Dajka. A jubileumi jutalomban részesülőket zenés műsorral Galsi Nagy Andrea óvodapedagógus köszöntötte. A pedagógus napi köszöntő az intézmény által alapított díjak átadásával zárult. A díjat Gulyás Ferencné adta át, Szepesi Tibor polgármester pedig virággal köszöntötte a díjazottakat. Az év pedagógusa lett a 2020-2021-es nevelési évben Szalókiné Kovács Erzsébet, a Jókai úti óvoda óvodapedagógusa, Földi Nagy Anna, a Kúten úti óvoda óvodapedagógusa, Spisák Dezsőné, a Zöldfa úti óvoda óvodapedagógusa. Az év pedagógiai munkát segítő díjat kapta Kovács Szabolcsné óvodatitkár, Györfi Imréné, a Táncsics körút 19-es óvoda dajkája.
Az év óvodája ebben a nevelési évben a Táncsics 17 Székhely óvoda lett. Az intézmény díjazottakat a Táncsics körút 19-es óvoda pillangó csoportja pünkösdölő műsorral köszöntötte. Kedves nézőink, napi hírműsorunkat, a nagykunsági híradót látták. Riportjainkat újra megnézhetik internetes felületünkön, a www.karcagtv.hu weblapon, vagy töltsék le a Karcag Media Centrum applikációnkat az App Store vagy a Google Play áruházból. Viszontlátásra!